Zöldre vált a jelzés Bökköny határánál, Téglás felé engedik a váltakozó irányú forgalmat. A 49-01-es útszakasz felújításának munkálatai már a múlt héten elkezdődtek. Csütörtökön két autó több mint 50 tonna aszfaltot, még pénteken 17 munkagép közel 430 tonna aszfaltot dolgozott el a már korábban felmaradt szakaszon. A 49-01-es út a térség ütőere, az egyik legforgalmasabb út, amely a megye határtól Balkányig tart. Mintegy 10 000 főnek biztosít közlekedési lehetőséget, és nem különben pedig, ahogy említettem, összeköttetés biztosít a Téglás ipari parkkal, ahol több száz ember foglalkoztatása történik, tehát több száz ember dolgozik. Reményeink szerint ezzel az útfelújítással könnyebben elérhető lesz az itt élőknek Hajdú-Bihar megye, másrésztről pedig Balkány Szakójon keresztül Nyírmihájdinál a 471-esre tudnak csatlakozni. Valamint az autópálya is könnyebben megközelíthető egy jó minőségű úton. Ennek felújítása azért is fontos, mert bár Bökköny község, egy ilyen fejlesztés közelebb emeli a városi szinthez, ahogy az elmúlt években megvalósított beruházások is. A belvízelvezetési programtól az idősek nappali ellátásáig, a főtéri piac rendezése, a piac kivitelezése, aztán kondiparkot, külső játszóteret adtunk át. Ezek mind birtokba lettek véve, de sajnos hivatalosan nem lettek átadva. Az energiatakarékos pályázatunk is megújult, az idősek nappali ellátásánál, a hivatalnál, illetve az óvodánál is, és most a óvodának a tetőtér felújítása, a ravatalozó felújítása, a tűzoltó szertár felújítása. Ezek mind-mind megépülnek, megtörténnek, és csak birtokban van véve. A jelenlegi zajló munkálatok első ütemének befejezéséhez még több mint 1000 tonna aszfalt szükséges, ezt egy-két napon belül be is dolgozzák a Magyar Közút szakemberei, a további feladatokat pedig külső vállalkozók végzik majd el. Ilyen lesz például a patka helyreállítása és az út szintjéhez igazítása. A teljes beruházás több mint 1 milliárd forint állami költségvetésből valósul meg. A belterületi utakat is szeretnék javítani, ezekre a Magyar Falu, valamint a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program biztosít majd forrást az önkormányzatoknak.